Az előző hetekben visszatekintettünk azokra a tavalyi eseményekre és programokra, amelyek jelentősek voltak városunk életében. 2020 elején színes programokkal és eseményekkel készült Hajdúszoboszló, azonban a koronavírus miatti vészhelyzet következtében többször is módosítani kellett a terveken. Majoros Petronella, alpolgármesterasszony összegezte, hogyan alakult Hajdúszoboszló kulturális élete a pandémia ellenére, továbbá milyen tervek és elképzelések várhatóak az idei esztendőre. Társadalmi események sora jellemezte városunkat a tavalyi évben a pandémia ellenére is. Ebben a nehéz időszakban is azonban számos program és esemény valósult meg Hajdúszoboszlón, amelyekre Majoros Petronella alpolgármesterasszonnyal tekintünk vissza. Hogyan tudná összefoglalni, hogyan alakult városunk kulturális élete a tavaszi időszakban, milyen új kihívásokkal kellett szembenézni a városunk önkormányzatának? Ugye egy évvel ezelőtt teljesen másképp képzeltük el a 2020-as évet, de aztán a járványhelyzet mindent felülírt, nekünk pedig azonnal kellett ehhez alkalmazkodni. Egyébként a tavalyi év egy teljesen új elemmel indult, akkor még ugye a járványról nem beszélhettünk. Február 8-án a napokban lesz, ugye egy éve rendeztük meg a város első báját, a Hotel Békében, amely egy rendkívül színvonalas esemény volt, ezen körülbelül 250 helyi lakos vett részt, a műsor pedig igen színvonalasnak mutatkozott, hiszen fellépett a helyi zeneiskola, a Részfúgós ötösepad, majd pedig lenne a Princesz zenekar szórakoztatta a színházteremben a közönséget. Aztán a gálavacsora következett, ezt követően pedig egy aukciós programelemmel színesítettük az estét, melynek során a helyi művészek ajánlották fel műalkotásaikat, és ezek kerültek árverésre. Ebből a báli eseményből közel 2 millió forint folyt be, és ezt az összeget a helyi művészeti oktatást végző intézmények számára ajánlottuk fel, ezzel is kifejezve, hogy fontosak számunkra a gyermekek, fontos a gyermekek művészeti oktatása és nevelése. Tehát ezzel indult az év, és ekkor még nagy álmokat szövögettünk, de lassan elérkezett a tavasz, amikor ugye a járvány mindent felülírt, és azokat a nagy rendezvényeket, koncerteket, amelyeket a nyári időszakra terveztünk, azokat háttérbe kellett szorítani, és azon kellett elkezdeni gondolkodni, hogy mégis milyen programokkal töltsük meg a nyarat. Azt nem tehettük meg, hogy semmilyen program ne legyen Hajdúszoboszlón, hiszen egy üdülő városban ez nem vette volna jól ki magát. Másrészt még az év elején sikerült asztalhoz ülnünk olyan helyi civil szervezetekkel, akik komoly szerepet töltenek be a város társadalmi életében, mind a sport, mind a kultúra, mind pedig a művészetek területén. Így kéznél volt az a lehetőség, hogy megkérdezzük őket, lenne kedvük a nyári időszakban részt venni utcai villámprodukciók formájában, táncolni, zenélni, énekelni, alkotásaikat utcára vinni, és nagyon nagy örömünkre az a kezdeményezés, amelyel mi nyitottunk feléjük, a célba ért, hiszen ők ezt azzal viszonozták, hogy 60 napon keresztül a nyári időszakban több mint 400 attrakcióval, közel 40 civil szervezet, helyi csoport, magánszemély közben járt annak érdekében, és szerepet vállalt annak érdekében, hogy a 2020-as szoboszlói nyár színesen és élményekben gazdagon teljen. Erről egyébként a TDM nem olyan régen készített is egy felmérést, illetve készített egy felmérést, melynek egyik kérdése pontosan a nyári időszak volt, és igen jó visszhangja volt ennek az egyébként országban egyedülálló eseménysorozatnak. Erről a médiákon keresztül folyamatosan tájékoztattuk egyébként az ország lakóit. No, de ez volt a nyár, ugye előtte pedig a tavasz. Ugye tavasszal ugye nagyon szokatlan volt mindenki számára, hogy nem tudtunk közösségbe menni. Elsősorban azokat érintette ez nagyon nehezen, akik társasházban élnek, úgyhogy egy úgynevezett ablakkoncerttel próbáltunk nekik kedveskedni, a Smith Rock Family együttes önként ajánlotta magát, és két villámkoncertet is nyomott a lakótelepen élők számára. Ez nagyon tetszett az ott élőknek, az ablakból, az erkélyekről kísérhették figyelemmel ezt a kis lélek melengető produkciósorozatot. Tehát tulajdonképpen ez volt a tavasz is, ez volt a nyár, illetve volt közte egy gyereknap, amit nem szerettünk volna elengedni. Ugye jó hiány, mi magunk vállaltuk, képviselők, hogy beöltözünk különböző
mesefigurákat bemutató jelmezekbe, és megleptük a gyerekeket a játszótereken, tehát mi mentünk közéjük, és nem mi hívtuk oda magunkhoz a tömegeket, ezzel is próbáltuk oldani azt a hiányérzetet, ami egyébként szerintem eddigre már a gyermekekben is ott volt, hogy igen, szeretnének programokon részt venni, és úgy gondoltuk, hogy talán a gyereknapon ezzel az aprósággal meg tudjuk őket lepni, úgyhogy a Dottó kisvonat közreműködésével egy ilyen vállalásunk is volt a tavalyi évben. A nyár elején felavatásra és megáldásra került Hajdúszoboszló város első Trianon emlékműve. Hogyan tudná összefoglalni, mekkora jelentősége volt ennek az átadásnak Hajdúszoboszló város életében? Ugye már nagyon hiányzott egy ilyen emlékmű a város közterületeiről, ezért ezt a hiányosságot igyekeztünk pótolni, és szerencsére június 4-én sikerült is ezt a csodaszép Györfi Lajos szobrászművész által készített műalkotást felavatni és átadni. Az ünnepség ugye a református templomban egy zárt körű rendezvénye vette kezdetét, majd pedig lenne a szoboravatás következett az egyházak jelenlétében. Ide már elég sokan ellátogattak, és én azt gondolom, hogy mindenki hatalmas örömmel vett részt ezen az alkalmon, és mindenképpen szükség volt arra, hogy a helyi identitás tudatunkat, az összetartozásba vertett hitünket, az, hogy békében éljünk egymással, különösen ugye a Hajdúszoboszló esetében, ahová különböző országból is érkeznek vendégek, tehát ezek mind-mind olyan értékek, amelyeket ezen az emlékművön keresztül is próbáltunk, és próbálunk mindenki számára eljuttatni, és ugye ezt a gondolatmenetet erősítettük meg egy Nem lehet feledni című dokumentumfilm elkészítésével, amely Renyó Norbert rendezésében született. Ez is igen népszerű volt, 10 bemutatót tartottunk a rendezvényközpontban, itt körülbelül 100-an vehettek részt ezen, ez egy zárt körű rendezvény volt, szintén vastapssal köszöntötték egyébként a filmet a végén az ott jelenlévők, ezt követően pedig a helyi múzeumunk több alkalommal levetítette kis csoportos formában a helyi nyugdíjas szervezetek tagjainak, meg hát nyilván aki szerette volna ezt megnézni, az oda ellátogathatott, illetve különböző kapcsolatainkon keresztül más települések, helyi televízió is levetítették ezt a filmet. Én azt gondolom, hogy ez is óriási sikert aratott, valóban egy gyönyörű szoborral, egy gyönyörű emlékművel, és egy nagyon tartalmas, színvonalas dokumentumfilmmel emlékeztünk meg erről a sorsfordító eseményről is. Ahogy az előbb már említette, hogy a 2020-as évben megrendezésre került a Szoboszlói nyár 2020 itt városunkban. Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben ez a programsorozat hozzájárult, ez a gazdag kulturális életi sportprogramok a tavalyi szezon támogatására, hogy főként a turizmust ennek köszönhetjük itt Hajdúszoboszlón? Nagyon sok település hátradőlt, amikor a járványidőszak a küszöbre tette a lábát, és egyszerűen nem tud mit kezdeni a nyári időszakban azzal a helyzettel, hogy nem lehet koncerteket, nagyobb rendezvényeket tartani. Mi azt gondoljuk, hogy abban a helyzetben, amit lehetett, kihoztunk belőle, és egyébként azt gondolom, hogy ez egy egyedülálló programsorozat volt az országban. Nem volt más olyan település, aki így módon összefogta volna a helyi civil társadalmat, és ahogy mondani szoktam, utcára vitték a tehetséget, amit nagy örömmel fogadtak a helyiek is, hiszen szülők, nagyszülők, rokonok kilátogattak egy-egy gyermekcsoport fellépésére, és a vendégek is, akiket viszont váratlanul ért, hogy úton útfélen valamilyen esti produkcióval találkoztak. Ez egy nagyon jó sikerült programsorozat volt, ezt szeretnénk az idei évben is megtartani, de természetesen úgy készülünk erre az évre is, ahogyan azt tavaly is megtettük, hogy az egyéb hagyományosnak mondható nagy rendezvényekkel is tervezünk. Annyi változtatás talán beleférhet, hogy ezeket egyfajta megújításokon szeretnénk átvezetni, tehát hogy frissíteni őket, és akár újabb elemekkel megtölteni. Tehát idén is nagyon lelkesen készülünk, és számítunk mindenkinek az együttműködésére.
A szoboszlói nyár programsorozat tervezésénél számítottak-e arra, hogy a városba látogató vendégek, a helyi lakosok és a fellépők ilyen nagy örömmel fogadják ezt a rendezvényt? Nem számítottunk rá, mert meg nem volt arra példa, hogy egy ilyen összefogással egy programsorozatot kínáljunk. Azért az nagyon nagy feladat volt mind a művelődési központ részéről, mind pedig lenne az egyébként produkciósorozatot segítő TDM részéről is, hogy napról napra 6-7-8-10 produkcióval tudjanak kiállni az utcára a fürdő környezetében. Ez több mint 400 alkalmat jelentett, és ebben körülbelül olyan 40 művészeti csoport, egyesület, civil szervezet, magánszemély vett részt. Nem számítottunk rá, de nagyon jól sikerült, az országos médiák is többször tudósítottak ezekről az eseményekről. A helyi művészeti iskolák is bekapcsolódtak, a múzeum is aktív résztvevője volt ennek. Tehát mindenki, aki szereti a kultúrát, aki fontosnak tartja ennek a városnak a jövőjét, a turizmusát, az kivette a részét a tavalyi nyárból, és hozzátette egy apró morzsát, és így lett ez az egész szezon ennyire szép és kerek véleményem szerint. De én azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát tavaly itt Vajdúszoboszlón. A nyár folyamán az egyik különlegesség a város életében, hogy hosszú idők után Hajdúszoboszló ismét részt vett a debreceni virágkarneválon. Milyen nagy lehetőség volt ez a bemutatkozási lehetőség városunknak? Ez egy óriási lehetőség volt, többek között azért, mert nem volt túl sok szereplője a tavalyi virágkarneválnak, mi mégis élére állhattunk ennek a dolognak, és Szoboszló 20 év után nevezhetett erre a karneválra. Egy bocskai lovashajdót játékezett a kompozíciónk, és mellette a Bocskai István koronája és a jogara volt látható. Ez a téma pedig azért merült fel, mert a múzeum tavaly elkezdett egy nagy felújítást, egy beruházást, amelynek eredményeképpen az idei évben átadásra kerül a korona épület, ahol majd bemutathatjuk Bocskai István erekélyének hiteles másolatát, a koronát és a jogart, amelyre Hajdúszoboszló azt gondolom, hogy a következő években büszkén tekinthet, és ez egy turisztikai szempontból is egy látványos attrakcióként fog majd szolgálni. Tehát tulajdonképpen ezt próbáltuk már a tavalyi évben ezzel a kompozícióval bevezetni és hirdetni, és hát reményeink szerint idén is lesz virágkarnevál, a város erre készül, számítunk rá, hogy megrendezésre kerül, az, hogy mi lesz a téma, az pedig majd a jövő kérdése. Az aktív, színes nyári programokat követően hogyan alakult városunkban az őszi-téli időszakban a kulturális élet? Hát, hogy télen elcsendesedtünk, otthon szeretteink körében ünnepeltünk. A művelődési központ az üvegtermén keresztül rendezett be a gyerekeknek egy Mikulás birodalmat is, az ablakon keresztül pedig egy a debreceni virágkarneválon kiállított képekből nyílt egy kiállítás. Tehát tulajdonképpen a két település kapcsolatát is reprezentálta ez, hogy ez egyre szorosabb, és az ott történt eseményeket itt is be lehet mutatni, vagy akár műalkotásokat. Én azt gondolom, hogy az utolsó heteket az csendesen mindenki a maga békességében tölthette el. Erre szükség is volt, hiszen az idei évet megújultan, lelkesen, sok energiával kezdhettük most így el. Egyébként egy teljesen új információ, hogy tavaly decemberben döntés született arról, hogy Hajdúszoboszló belép a Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesületbe, amely egyesület elsősorban a kultúrát tűzi ki középpontba. Itt ennek az a lényege, hogy a tagtelepülések a saját kulturális értékeit mutatják be egymásnak, és különböző kulturális projektek kidolgozásában is együttműködnek. Tehát a belépési szándékunkat kinyilvánítottuk, idén remélhetőleg sikerül is majd belépnünk, hiszen erre majd egy gyűlést kell szervezni a szövetségnek, amelyre most még ugye a járvány miatt nem kerülhet sor, de az már mindenképp örvendetes, hogy most a napokban kaptam egy levelet az egyesület elnökétől, akik felajánlják azt a lehetőséget, hogy a hajdúszoboszlói előadó művészeti csoportok részt vehessenek akár már idén is valamely tagtelepülés nagyobb rendezvényén, és az értékeinket így ezáltal minél szélesebb körben bemutathassuk.
Köszönjük, hogy az elmúlt percekben értékelte a tavalyi évet is. Jó munkát kívánunk az idei esztendőre. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és mindenkinek kitartást. Reméljük, hogy színes, gazdagokban teljes élményekben lesz részünk 2021-ben is.